Vajdaság szinte minden területéről érkeztek fiatalok a középiskolások népművészeti vetélkedőjére. Egyebek mellett a szólóének, a szólótánc, a néptánc és énekcsoportok, az énekszólisták és kettősök, valamint a hangszerszólisták kategóriájában mérhették össze tudásukat. Az énekcsoportok kategóriájában a kishegyesi Kótyom Fitty érdemelte ki az első helyezést. Minden évben, mióta a középiskolások vagyunk, azóta minden évben szoktunk jönni, és most vagyunk az életünk csúcspontján, úgymond. Nagyon nagy öröm. A kisegyüttesek kategóriájában az adai Pergető Tambura zenekar bizonyult a legjobbnak. Nagyon örülünk, igen. Számítottunk rá, de nem tudtuk biztosan. Hát igen, bizakodtunk benne, mivel nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, és ugye hát van még több csoportunk is, de ez volt úgymond a kedvencünk, amivel jöttünk. A zsűritagok szerint a verseny évről évre magasabb színvonalat képvisel. Van egy bizonyos előrehaladás, egy bizonyos előrelépés. A megjelenésben az anyagválogatásba, felkészülésbe, és ami az idei KMV-t illeti, itt külön elismeréssel szeretnék szólni azokról a fiatalokról, akik egyedül vállalták a felkészülést. A KNV elvei a kezdetektől fogva ugyanazok. A versenyzők tiszta forrásból merített népdalokat és néptáncokat mutatnak be a vetélkedőn. Több alkalommal a bejelentkezéskor kiderült, hogy önállóan készültek a versenyre, és ők ezt ki is kérik maguknak, hogy ők egyedül készültek, egyedül válogattak. Hát ez külön dicséretes mindenképpen. És az idejéntől bevezetjük azt is, hogy egy Bodor Anikó díjat is odaítélünk valakinek, aki a leghitelesebben szólaltatja meg a saját zenei hagyományát, tehát a délalföldi éneket, muzsikát vagy táncot. A fellépőket idén is az Óbecsei Fokos zenekar kísérte, majd a verseny után a közönséget az erdélyi Üsztülű zenekar szórakoztatta. Az ünnepélyes díjátadást követően pedig hajnalig tartó táncház várta a résztvevőket a temerini ifjúsági otthonban.